ügyfeleket! Kitítját az ügyfeleket a notrékeiből! Kérjük, hogy a bankban dolgozók is ismerik a paragrafusokat, a biztonsági őrök pedig a dolgaikat! De melyik jogszabályt olvastad? Mikor vizsgáztál te le? Milyen jogszabályból vizsgáztál le? Hát te hogy tudod? Hát épp az a baj, hogy nem tudod. Semmi köze nincs. Miért? Hóha! Miért nincs? Hát tetszik! Jó! Ez egy jó van! Megvan az embered, András! Azért! A bankok is így csinálják, azért! Így számolják a kamatokat! Egy kamerát, hogy menjünk! Menjünk! Igazoltatják a lakjékat, gyertek csak! Miért? Nem tudjuk. Még egy ügyfél! Be lehet menni! Persze, vettél csak ki nyugodtan a pénzedet, már nem lesz jövő itten talán már. Őt nem kell igazoltatni, és ő bemegy. Húha, gyerekek, itt most még első kezdődött a kérdés. Igen, be van a szalma, ennyi? Persze, hát igen. Tudod, milyen helyzet? Tudod, milyen? De nem tudja kezelni a dolgot. Nem tudja a jogszabályt. Hát, hogy ide jön, most jön, ne fénykezni. Nem. Ki küzdött? Hát azonosítom. Adsz képes, te vagy is. Adsz képes. Jó napot kívánok! Csak kultúrát nem köszöntünk. Egyszerűen hát az élet. Na, majd fogja a hatetek ki. A pénzt nem hozták reggel, nem tetszett? Akkor jó, vegyenek föl mindenki egy edzőkényben, és akkor kinek mennyi jár vissza. Mi sor elején leszünk. Rogyogba fazék, az ördög tervét győzi, de egy szép napnak küzdünk, ha nem le fogunk győzni. Csak állok és nem hiszem, amit látom, hogy a kevlát felett. Ott a kokász, ott a kokász, ott a kokász. Nem, mindenkit a hölgyet tudják, hogy ide járó. Tessék, hogy nem tudom. Igen, én voltam ott, meg pár mékellet, hogy benne magyar, az anyuhoz is véremet. Itt van a bank. Fel vagy itt van a bank. Miért nincsen? Azért, mert. És mi miért nem fizettük? Azért, mert. Ők tanítottak. Mi vagyunk az azért, mert. És nem tartottak azt, hogy a fejük között kölcsön adnának neki, nem? Szemet nézzünk, hát szereteted láthatsz. Hát tudom, te is sejted. A főkapitány, a 100 magyar ember reménykedve összenéz. 2009-ben a mi nevünk csak csőcselék. Repül a gumilövedék és a szemem világa. Hiába apám ütelme, hiába anyám imája. Sötétül, mint országom, mint az elmék. Ha Isten útja helyett csak eladnék, meg vennék. Kőházi Ferenc lett a becsületes nevem. Más nem tolja helyettem, így én tolom szekerem. Letelt a pohár, oroszlán váltja kis cicát. Milyen család zsarja ki, hogy a Morvai Krisztinát. Hiába egy tonnalim, hiába sok gondolat. A pluszkítót kérem meg a kártyádra a pontokat. A gyereknek neki mi a feleségnek szejlap. Jöttem a kordon, de a kedves nem te vagy. Színnapon nincs a törő, a parancsalja. És több ezer nem tudom, hogy rájön, hogy velünk van. Itt a gyermek kapszolja, az idős tehető a pénzben. A rádász, nekik meg felel, színnapon nincs a törő. A parancsolja és több ezer rendőr. Rájövök velünk van, hogy itt a kapszolja. Az idős tehető a pénzben. A rádász, nekik meg felel. Adjuk a kamu szöveget, minden rendőr tudja, ki az igazi tolvaj, és ki az, ki gyilkolja. A magyar ember bizony, az egyetlen áldozat. Ki lehet ez az, ki
egy bólerót hajósul és félre magyarázzam. Hát rám is nagyon tartom. Szeretném már látni, hogy a házadba vendégül olyanok a tíz, így nincsen is nagy tökény, hogy mi van, mint nem ért az agy. Sem pedig a lélek, hogy minél több rendőr, annál jobban fél. Minél csak is őzünk, nem a testi értségem, hiszen ide születeit. Alapig a szép nézem, nem lép a tele utcám. Kívül a fejlásom, kérték ez az agy semmi tudom. És bárcsak megértené, sem nem kérem segíts. Hadd tudjássák végre, hogy magyar által nem mondják, hogy több magyar vélem. Énekelünk. Álljunk össze, mindjárt énekelni. Hát most azért a Laci bent, hogy hallja, hogy ügyet intézzük. Így van. Laci, te mész ügyet? Énekelünk már valamit, mert ki vagyok éhezve. Melyik jelent? Nem tudom. Énekelni. Nincs kell. Tudnában kezdjük, gyerekek, hogy szoktuk, jó? Fritz. Főnótafa. Főnótafa, nem jönnek ki, csak hogy hallja. Persze. Hangulatot csinálta! Na, a nagyomat is, jó? Ez nem volt Pestre. Ide is lehet énekelni. Gyertek ide! Gyertek! Egyes-egyes! Igen, egyes-egyes! Várjatok! Hol a szemem? Száraz tónak! Száraz tónak! Jó, gyere! Gyere, Krisztus! Gyere, Krisztus! Gyere, Krisztus! Gyere, Krisztus! Gyere, Krisztus! Hát akkor mindenkinek jó reggelt kívánunk, jó napot kívánunk, köszönjük Zalaegerszeg deviza hiteles lakosságát. És egy dallal szeretnék kapásba köszönteni ezt a sok elkeseredett ember. A dalunk címe Száraz tónak nedves partján. Figyeljetek! Egy, két és hár! Száraz tónak nedves partján bányázzék a kurutyot. Segge alatt a magyar népadóságban fuldokol. Bankár, jaj neked, elszámolunk te vele. Bankár, jaj neked, elszámolunk te vele. Devizában nyilván tartott fosztomató hadjárat. Elvetted az osztonunkat, lehúztad a gatyánkat. Bankár, jaj neked, add vissza a pénzemet. Bankár, jaj neked, apasztom fád a helyet. Woo!